Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném nektek megmutatni, hogy mit viszek magammal, hogyha nyaralni megyek, tehát mit található az én utazós neszeszeremben. Lássuk! Kettő neszeszerem van, egy ilyen szép méretes az ápoló termékeknek, illetve egy kisebb átlátszó rózsaszín a smink termékeknek. Kezdjük először ezzel a nagyobbikkal. Az első és legfontosabb dolog, ami bekerül a neszeszerembe, az a fésű, méghozzá egy ilyen Tangle Teaser, amit viszek magammal, ugyanis én már nagyon-nagyon régóta csak ilyen hajkefét használok a fésülködéshez. Ez nem régóta van meg, kimondottan ez a példány, van régebbről egy tiszta feketén, ez pedig most az Avontól érkezett. Nemrég írtam róla a blogon, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor olvassátok el, az infoboxban megtaláljátok majd a linket. Természetes módon viszek magammal tisztító termékeket, ami elsőként a tusfürdő, a Nivea-nak a tusfürdője. Én nagyon szeretem a Nivea-nak a termékeit, mert az én bőrömet nagyon jól ápolják, úgyhogy én eléggé hűséges típus vagyok ilyen szempontból, tehát legtöbbször az eseteknek a 80%-ában akkor Nivea tusfürdőt szoktam használni, illetve emellé még viszem magammal ezt a zuhanyzás közbeni Nivea testápoló tejet, ami normál száraz bőrre való, gyors hidratálást ígér, egyébként ezt tanúsíthatom is, nagyon finom, puha lesz a bőr utána. Ugye szokásos módon használjuk, mint ezeket a zuhanyzás közbeni testápolókat. Kiállunk a vízsugár alól, a vizes bőrünket bekenjük vele, majd leöblítjük, megtörölközünk és már öltözhetünk is. Én nagyon szeretem. Nyáron nagyon lusta típus vagyok, egyébként is, de nyáron különösen, tehát nem nagyon szeretek még a fürdés megtörölközés után még nekiállni krémezni, úgyhogy ez nekem ez egy nagyon jó alternatíva, hogy ezt a zuhanyzás közben már meg tudom oldani, és utána már nincsen rá gondom. Természetesen viszek magammal az útra izzadásgátlót is, méghozzá a Dr. Organic alumíniummentes golyós dezodorát, ami természetes holttengeri ásványokkal készült. Szerintem egy nagyon jó kis termékről van szó, abszolút nem zavaró illattal, tehát nem veszik össze a parfümmel, hogyha ugye mindkettőt használja az ember. Egy ilyen kis natúr természetes illata van, a teszi a dolgát, nekem tökéletesen megfelel. Rátérve a fényvédelemre, most azt a terméket mutatnám meg először, amit a strandon szoktam használni, ami nem más, mint a Sundance-nek a karotinos napozó spréje. Ez egy 15-ös fényvédő faktorral rendelkező termék. Őszintén szólva nekem nem érzékeny a bőröm, bőven elég szokott lenni a 15-ös, maximum 20-as fényvédő faktor, úgyhogy nekem ez teljesen megfelelő. Idén voltunk már nyaralni tengerparton, és ez volt nálam, most úgy nagyjából még jó félig van, és abszolút nem égtem meg, tehát nekem tökéletesen bevált. Maradunk még a napvédelemnél, még nem megyünk tovább. Az arcomra ugyanis egy külön terméket szoktam használni, méghozzá a La Roche-Posay-nak ezt a 30-as fényvédő faktorú arckrémét. Ez egy mattítós gélkrém, tehát nem fog ragyogni az arc tőle, hogyha fölkened. Szerintem nagyon könnyen beszívódik, és teljesen tökéletesen teszi a dolgát. Szintén használtam tengerparti nyaraláskor, és abszolút nem égtem meg, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó termék szerintem. Az utolsó napozással kapcsolatos termék egy napozás utáni készítmény lesz, méghozzá a Sundance Aloe Vera gél, amit bőrnyugtató és hűsítő gélként ír le a márka. Ezt napozás után egyenletesen fel kell vinni a megtisztított bőrre, és ennyi. Igazából nagyon hamar beszívja a bőr, és nagyon kellemes, puha, hidratált marad utána. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, ez abszolút biztos lakója az úti neszeszeremnek.
Természetesen viszem magammal a fő kedvenc arckrémemet, ami a La Roche-Posay-nak ez a fluid textúrájú kréme. Én ezt imádom, tehát ezt szó szerint imádom. Még egy tavalyi L'Oréal-os blogger találkozón ismerkedtem meg ezzel a termékkel, azóta már újra is vásároltam, mert hát szinte minden nap ezt használtam, ugyanis olyan kis finom és érzékeny bőrre való termékről van szó, hogy képzeljétek el, még a szem környékre is lehet használni, abszolút nem okoz semmiféle irritációt, úgyhogy én ezzel általában esténként szoktam bekenni az egész arcomat, nyakamat, dekoltást is egy picit, és tökéletes. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó hidratáló, és egy nagyon tiszta termékről beszélünk. Természetesen viszek magammal az utazásra sampont, balzsamot is. Most egyelőre még csak a balzsamot tudom megmutatni, mert sampont azt valahová elkevertem, és most nem találtam meg, tehát majd a videó után biztos első nyúlásra előjön, de most nincs meg. Lényeg a lényeg, ilyen mini kiszerelésű sampont és balzsamot fog vinni magammal. Ha netalántán elfogyna, bár nem hiszem, akkor meg úgyis fogok tudni venni magamnak egy helyi üzletben. Tehát én ebből ilyen picit viszek magammal csak. Ez egyébként egy DAF hajpakolás, ami kifejezetten a sérült haj helyreállítására lett kifejlesztve. Viszek magammal parfümöt is, viszont nem viszem el a parfümös üvegemet. Egyrészt nem szeretném, hogy összetörjön az üveg, másrészt nem is akarok egy ilyen nagy parfümös üveggel utazgatni, ezért a Travalomba fogok a kedvencemből átfújni, vagyis átpumpálni, ugyanis ezt úgy kell, hogy itt az alján van egy ilyen kis lyuk, amit hogyha ráillesztünk a parfümnek a kis kupakja alatt található csőrre, akkor így, ha lefelé nyomkodod, akkor itt ezen az áttetsző kis üvegrészen látod, ahogy egyre nő benne a parfüm, és akkor így fel tudod ezt a kis flakont tölteni magadnak parfümmel. Bőrfertőtlenítésre két terméket is viszek, az egyik a Bradolife kéz- és bőrfertőtlenítő spray, a másik pedig ez a pici kis kézfertőtlenítő gél, amit igazából a táskámba fogok valószínűleg bedobni, ugyanis hogyha útközben éppen nem tudok kezet mosni, akkor arra tökéletes lesz. Ebben a nagy neszeszerben kaptak helyet a hajgumiaim, illetve hajcsat is. Hát a hajcsatot azt legtöbbször én fürdésknél szoktam használni, hogyha épp nem akarok hajat mosni nyilván, akkor feltűzöm, illetve hogy hát ha nagyon melegen van, akkor is azért felszoktam ezzel tenni a hajamat, hogy a nyakam szabadon maradjon. Hát a hajgumi az meg szerintem evidens, hosszabb hajú nőtársaim tudják jól, hogy az anélkül sehová, tehát ez egy abszolút alapterméke a neszeszeremnek. Ezen kívül természetesen bekerül majd még a neszeszerembe a fogkefém, a fogkrémem, illetve septapasz, gyógyszerek. Ezek olyan dolgok, amiket nem akartam így külön megmutatni, mert annyira nem izgalmasak, érdekesek, de természetesen alapvető részei az utazós neszeszernek. Úgyhogy végül is igazából ez az ápolós nagyobb neszeszer az ennyi lett volna, most rá is térhetünk a smink termékekre. Az utazásra én ezt a sminkes neszeszert választottam magamnak, nem elég, hogy ilyen kis cuki rózsaszín, nagyon kis aranyos, még minden tökéletesen el is fér benne, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem erre használni. Mutatom is akkor, hogy mi lenne benne, mi az, amit viszek magammal. Elsőként kezdeném két olyan termékkel, ami nem smink termék, viszont köze van a sminkhez, ugyanis az eltávolításukra szolgál. Ez a Bourjois-nak a micellás vize, illetve a Bourjois-nak a sminkeltávolító kendője, amit arcra, szemre és ajkakra is lehet használni. Ez a kettő, ez nekem tökéletesen elegendő a sminkeltávolításhoz. Már nagyon régóta használom mindkét terméket, úgyhogy én nekem abszolút beváltak, rengetegszer újra vásároltam már, és újra is fogom vásárolni, mert nagyon jó. Az első smink termék, amit megmutatok, az az alapozó lesz, az Astor Perfect Stay alapozója,
primert is tartalmaz, és 20-as fényvédő faktorral látták el ezt a terméket. Én nagyon szeretem, mert hosszantartó, jól bírja a meleget is, viszont nem kelt ilyen maszkos benyomást, tehát egy teljesen kellemes, természetes kis alapozóról beszélünk. Nem, minthogyha kimondottan alapozót akarnék annyira használni a nyaralás alatt, viszont úgy gondoltam, hogy ha elmegyünk valahová este vacsorázni, vagy valami buliba, akkor azért jól jöhet az alapozó, úgyhogy ezt az egy terméket, ezt viszem magammal mindenképpen. A következő termék a NYX-nek a bronzosítója lesz. Ez egy ilyen nagyon-nagyon kis szép bronzosító puder. Többféle színből áll össze. Azért is viszem, és azért is választottam, megmondom őszintén, ezt a terméket, mert nem csak arcra szoktam használni, hanem mivel ilyen különböző kis tortaszeletkékből, nem is tudom, minek mondjam, áll össze, hogyha így közelebb mutatom, remélem látjátok, ezt lehet akár nyugodtan szemhéjra is használni. Tehát ez egy ilyen univerzális termék, nem csak bronzosításra gyönyörű szép, hanem még szemre használva is. Én legalábbis szoktam arra használni, tökéletesen bevált. Hogyha az arcomra szeretném felvinni, akkor pedig van egy ilyen kis ecsetkéje az aljába. Arra tökéletesen megfelel, hogy gyorsan felvigyük az arcunkra, illetve van egy ilyen kis tükör is itt mellette, ami szintén a segítségünkre lehet, úgyhogy ő biztosan jönni fog velem. Illetve a nyaraláson, ahol már voltunk nyár elején, ott volt velem, nagyon tökéletesen teljesített, úgyhogy jönni fog velem a következőre is. Korrektornak a Maybelline Instant Anti-Age Effect korrektorát viszem, ami a májusi kedvences videómban is szerepelt már. Nem szeretnék bővebben beszélni most róla, akkor beszéltem, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor nézzétek meg. Szerintem egy abszolút szuper korrektor, én nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy jön velem nyaralni is. Az utolsó arcra való termék, az szintén egy NYX termék lesz, méghozzá ez a pirosító stick. Szerintem nem nagyon kell bőven beszélnem arról, hogy miért pont egy ilyen terméket viszek magammal. Egyrészt nagyon-nagyon egyszerűen használható, csak felviszek belőle egy keveset az orcákra, újjal eldolgozom, és már készen is van, és ráadásul ez egy gyönyörűséges, természetes árnyalat, úgyhogy bárhová megállja a helyét, hogy mindenképpen viszem magammal. Rátérve a szemekre, először megmutatom az ecseteket, amiből csupán csak 3 darabot viszek magammal, 2 Sigma ecsetet, illetve egy ilyen For Your Beauty, ezt azt hiszem Rossmann saját márkás ecset. A Sigma ecsetek közül az E40-es, ez tökéletes az élek elmosására. Ugye egy blending ecsetről beszélünk, ez az E40-es, aztán viszek egy ceruza ecsetet, az E30-asat, illetve ez pedig ez a For Your Beauty ecset, ez pedig tökéletes a szín felvitelére. Én úgy gondolom, hogy nem fogom azért olyan túl sokat festeni magam, de ezek bőségesen elegendőek egy szemsmink elkészítéséhez, úgyhogy ennyit szándékoztam vinni magammal ecsetből. 3 szemceruzát viszek magammal összesen, egy fekete, ami ugye egy duó termék, szintén benn volt a májusi kedvences videómban, a NYX-nek a Two Timer szemceruza és szemhéjtus duója. Ugye az egyik oldalon egy filces kiszerelésű tus van, a másik oldalon pedig egy ilyen automata önhegyezős fekete szemceruza. Ez egy nagyon-nagyon jó kis termék, így egyben megvan a tus és a szemceruza is, úgyhogy őt mindenképpen viszem magammal. A másik 2 szemceruza pedig avonos szemceruzák, egy lila árnyalat, egyébként ez a Glimmer Stick vonalból való ultraviolet árnyalat, illetve szintén ugyanebből a Glimmer Stickes vonalból a Night Star, ez meg egy ilyen sötétebb kék.
Ezeket amiatt gondoltam vinni magammal, hogy ha esetleg itt az alsó szemhéjamat kihúzom vele, onnantól fogva fölülre akár elég már csak egy spirális, és már is kész egy ilyen kis vidám nyárias szemsmink. Úgyhogy ezt a három szemceruzát viszem én magammal a nyaralásra biztosan. Szempillaspirálból a jelenlegi kedvenc szempillaspirálomat választottam, ezt a Max Factor szempillaspirált. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem, olyan gyönyörű szempillákat lehet vele csinálni, hogy elképesztő, hogyha egy rétegben csak finoman használom, akkor tökéletes nappalra, több rétegben használva viszont nagyon szép drámai, hatalmas pillákat lehet készíteni, akár egy ilyen esti bulisminkhez, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kis szempillaspirál, úgyhogy mindenképpen viszem magammal a nyaralásra. A szemöldökömre három terméket viszek magammal, egy szemöldökceruzát, ez a Benekosznak a szemöldökceruzája, a szemöldökkefe van a végén, tehát át is tudom fésülni vele a szemöldökömet, a Catrice-nek a szemöldök filcét, illetve a L'Oréal-nak ezt a színezett szemöldök géljét. Ez a három termék, ez nekem tökéletesen bevált, úgyhogy viszem magammal mindenféleképpen, már repülnek is bele a neszeszerbe, nehogy itthon maradjanak. Két ajakra való terméket viszek magammal, ami igazából mindkettő egy színezett ajakbalzsam, méghozzá ez a Max Factor színezett ajakbalzsamja. Az egyik az egy ilyen világosabb, természetesebb korallos árnyalat, a másik pedig egy ilyen kicsit vadabb, cseresznye, piros szín. A világosabbat szeretném így napközbenre használni, ezt a sötétebbet pedig úgy gondoltam, hogy az esti vacsik, bulik alkalmával tökéletesen megállja a helyét. Ugye ezek az ajakbalzsamok, hogyha vékonyan felvisszük, akkor ilyen sokkal természetesebb hatásúak, viszont hogyha rétegezzük, akkor akár egy ilyen rúzs hatást érhetünk el velük, úgyhogy én nagyon szeretem őket, úgyhogy őket fogom magammal vinni nyaralásra. Nos, hát ennyi lett volna az én úti neszeszereimnek a bemutatása. Remélem tetszett nektek a videó, és hasznosnak találtátok. Bár egy kicsit előbb is elkészíthettem volna, de sajnos abszolút nem volt rá időm, de azért remélem, hogy még lesz olyan, akinek tudok egy kicsit segíteni, még ugye előttünk az augusztus, és erre a hónapra még nagyon-nagyon szép nyarat kívánok nektek, érezzétek jól magatokat, és várlak vissza benneteket a következő videómnál. Sziasztok!